Önök a Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm a nézőket. Rövid híreinket egy felújított tanműhely átadásáról készített tudósításunk követi, és természetesen, mint mindig, a Mérleg után a legfrissebb tőzsdei híreket hallhatják. Hírek röviden. A Komló és térsége vállalkozásfejlesztési alapítványt 17 település önkormányzata hozta létre. A működéshez a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 5 millió forinttal, Komlóváros önkormányzata pedig 4,5 millió forinttal járult hozzá. A mintegy 10 millió forintból az alapítvány kamatmentes kölcsönnel kívánja támogatni a falvakban található vállalkozásokat. A hitelt könnyített pályázati feltételek mellett a polgármesterek ajánlásával lehet elnyerni. A számítógépes lexikográfiáról tartanak háromnapos nemzetközi konferenciát Pécsett Komplex 99 címmel. Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő tanácskozás szerdán kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia pécsi székházában. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szakmai kerekasztal beszélgetést szervez a térség fejlesztési koncepciójáról és programjáról. A konzultáció szintén szerdán kezdődik, Gálosfán. A témakörök között szerepel a gazdaság különböző szektorainak fejlesztése, a régió marketing, valamint az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés is. Az 500-as számú Angster József Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola felújított tanműhelyét pénteken adták át. A rekonstrukció 15 millió forintba került. A tanműhelyünknek a kopolit üveg borítása igen rossz állapotban volt, hőtechnikailag, fénytechnikailag, sőt, mi több lassan már balesetveszélyessé kezdett válni, és ehelyett most elkészült egy tökéletesen modern, lindább szerkezetű megoldás, ami hőtechnikailag, hangtechnikailag tökéletes, és hát nyilván balesetvédelmi problémát nem jelent. És ezzel gyakorlatilag a tanműhely rekonstrukciója befejeződött, és így a különben igen jó felszerelt tanműhely most ebből a szempontból is egy igen-igen jó állapotba került. Az iskola tanműhelyében összesen 500 diák sajátíthatja el az általa választott szakmát. A női ruhakészítők szakmai képzése magas fokú, hiszen a Varoda műhelyében a diákok korszerű ipari varogépek mellett tanulhatnak. A Szőrkonfekcióipari Kft. 1991 óta működik itt a városban, és az első naptól kezdve van szakképzésünk. Általában évfolyamonként 10 hallgatót foglalkoztatunk, és a legutóbbi időkig mindenkinek garantáltuk a munkavégzés biztosítását, a foglalkoztatást az iskola befejezése után. Jelenleg is úgy vagyunk, hogy elsőbséget biztosítunk a volt tanulóinknak, tehát hogyha nálunk akarnak dolgozni, akkor viszonylag rövid időn belül felvesszük őket. A cég minden formában támogatja a szakképzést, a gyakorlati oktatáson kívül az iskola tanműhelyének a létrejöttében is segítettünk, és a szakképzési alappal is támogatjuk a szakképzést. A diákok az autószerelő és a villamossági szakmák iránt érdeklődnek a leginkább, amire Pécsett is nagy a kereslet. Az iskola a FAR program pályázatán elnyert pénzösszegen fejlett elektronikai és elektrotechnikai műhelyt tudott felszerelni. A Hauni Hungária gépgyár is jelentős mértékben támogatja a szakképzést. A cég egy 15 millió forintot érő robotgép adományozásával járult hozzá a diákok szakmai fejlesztéséhez. A Mérleg új kiadásával, friss gazdasági hírekkel az esti hírórában jelentkezünk. Most kérem, tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit, utána pedig jönnek a friss tőzsdehírek. Thank you.
nézőket. A mai nap a budapesti értéktőzsdén egy kezdeti hanyatlás után egy enyhébb negatív hangulat érződik. Ez azt jelenti, hogy a nyitásban közel 1%-ot esett a BUX Index, jelenleg 0,5%-os mínusz után 31 pont mínuszban 6430 ponton áll a BUX Index. A vezető papírok a nap elején egy jelentősebb esést követően most már inkább pozitív vagy enyhe negatív tartományban mozognak. Az OTP 10370 forinton, a MOL 5915, a Richter 9450, míg a MATÁV 1292 forintos árfolyamon áll. A naplei visszaesésnek az egyik fő oka az volt, hogy 11 órára a pénzügyminisztérium sajtótájékoztatót hirdetett az államháztartási hiányról. Ez az adat egyébként szerdán volt esedékes, 380,3 milliárd lett az államháztartási hiánya, ami enyhén gyengébb, mint amit a piac várt. Ugyanakkor az MNB a két hetes repókamatlábat 25 bázisponttal csökkentette, ez pedig inkább pozitív hatással volt a piacra, így jelenleg az 1%-os mínuszt ez a 0,5%-os mínusz váltotta föl. Ugyanakkor a nemzetközi piacok jelenleg negatív tartományba mozognak, ugyanis továbbra is erős félelmek vannak az amerikai kamatemeléstől, úgyhogy a jelentősebb emelkedés ez úgy tűnik, hogy korlátozza. Köszönöm a figyelmüket!